Államtitkár úr ezekben a percekben zajlik Lomnici úr tájékoztatója a lakossági fórumon. A nemzeti konzultáció a téma, ahogy azt ő maga is elmondta. Milyen fontossággal bír ez a monori rendezvény? Maga a nemzeti konzultáció fontossággal bír, és nagy fontossággal bír, és minden ilyen rendezvény arra szolgál, hogy a nemzeti konzultációt népszerűsítsük, illetve az emberek aktivitására, az embereket aktivitásra mozdítsuk. Nagyon sokan azzal vádolják a kormányt, hogy Európa ellenes. Én azt gondolom, hogy ez egy mindenki számára beláthatóan nevetséges vád. Az Európai Unió pártján vagyunk, Magyarországon támogatják egyébként az emberek legnagyobb arányban az Európai Uniót, az egész Unió területén. És azt gondolom, hogy az a történelem, amely mögöttünk van, az igazolja azt, hogy mi, a mi őseink, a mi eleink, azok mindig is az európai közösségért, Európáért, az itt élőkért harcolták, vívták meg a csatáikat, annyiben dolgoztak. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne vitánk az Európai Unióval, és az egyik legfontosabb kérdés, ez a migráció kérdése. Itt egy nagyon súlyos nézeteltérés, nézetkülönbség van az Európai Unió és a magyar kormány között, de nem csak az Európai Unió és a magyar kormány között, hanem a magyar nép és a brüsszeli bürokrácia között. Ugye a brüsszeli bürokrácia beengedné a migránsokat és szétosztaná az európai országok között, míg Magyarországon élő emberek azt várják a kormánytól, hogy megvédje az országot. Nem vagyunk ebben egyedül, egyébként vannak szövetségeseink, a visegrádi négyek, de ezen túlmenően is Románia, Szlovénia, vagy az ott esetben Horvátország, de a balti államok és sok esetben a balkáni államok is osztják a migrációval kapcsolatos véleményünket. Nyilván ők másképp érintettek, hiszen őket sokkal nagyobb mértékben le tudták rólni, nem volt meg a saját védekező képességük. Tehát mi ebben vitában állunk az Európai Unióval, és az, hogy vitában állunk, az fékezte is azokat a folyamatokat, amelyel a brüsszeli bürokrácia szétosztotta volna az embereket az európai országokban. Ugye a brüsszeli bizottsághoz fordult Magyarország kormánya, sőt, brüsszeli bírósághoz, és ha minden igaz, akkor talán szeptemberben, októberben lesz ennek valamiféle végeredménye. Mire számít a magyar állam, a kormány? Valóban bírósághoz fordultunk, és Szlovákia csatlakozott a keresethez. Itt mi azt vitatjuk, hogy a nemzeti kormányok, a nemzeti parlamentek nélkül dönthet a Brüsszel arról, hogy kik éljenek egy-egy Európai Uniós tagállamba. Azzal, hogy mi az Európai Unió tagállama lettünk, azzal feladtunk bizonyos szuverén önrendelkezési dolgokat. Például a Vámunió révén nem Magyarország szedi a vámokat, hanem az Európai Unióba folynak a vámok, és sorolhatnám, tehát van közös dolgunk az Európai Unióval, viszont úgy gondoljuk, hogy a bevándorlás kérdésében, az állampolgárság kérdésében az egy nemzeti hatáskör. Egyébként érdekes, hogy például a kettős állampolgárság esetén, például a határon túli magyarok jogainak megadása esetén az Európai Unió és különösen a brüsszeli bürokrácia nem annyira aktív, mint mondjuk egész nagy távolságból, idegen területekről ide érkező migránsok érdekében. Térjünk vissza egy picit a magyar lakosságnak az aktivitására a nemzeti konzultáció kapcsán. Ugye itt a monori teremben is, a díszteremben, a Vigadóban azért szép számmal összegyűltek az emberek, és én ma olvastam, hogy több mint 1.300.000-en küldték vissza a kérdőívet. A nagyobb része az természetesen a hagyományos papíralapon, de azért voltak jó néhányan, akik a neten. Én Lomnici úrtól is megkérdeztem, hogy lesz-e értelme annak a kezdeményezésnek, hogy május 20-a helyett május végéig meghosszabbodjon a visszaküldési határidő. Ön hogy látja ezt a kérdést? Ez egy technikai döntés, technikai dolog. Megvalósul egyébként? Nagy valószínűséggel igen, hiszen nagyon sok helyről érkezett jelzés, hogy nem kapták meg a kérdőíveket a polgárok, tehát vannak olyan ország területek, olyan ország részek, ahol nem érkezett meg csak későn. És hát azért azt tudjuk, hogy kényelmesek vagyunk, időnként elcsúszik egy-egy ilyen feladat ellátása is, valószínűleg segít azon, hogy további válaszok érkezzenek vissza. Akkor, amikor beérkezik, gondolom van egy határidő, amíg feldolgozzák ezeket a véleményeket és a kérdőívre adott válaszokat, a kérdésekre adott válaszokat. Hogyan tovább innentől?
Egyfelől nyilvánosságra hozzuk mind a visszaküldött kérdőívek mennyiségét, mind az adókban adott válaszokat, a válaszok arányát. Másrészt ez egyfajta muníció, és egy nagyon jelentős és nagyon súlyos muníció minden olyan vitában, amelyet a kormány Brüsszelvel vív. Legutóbb, amikor a miniszterelnök úr az Európa Parlamentben volt, én azt gondolom jól látható volt, hogy időnként rendkívül dühös, és hát még a magyar parlamentben is szokatlan hangsúllyal, stílussal vitatkoztak a képviselők a miniszterelnökkel. Ez a nemzeti konzultáció, mint eddig is, egyfajta támaszt ad a kormánynak. Technikailag is, írásban is alátámasztható, számszerűleg, mennyiségileg is, de azért azt gondolom, hogy ez emberileg is egy fontos visszajelzés. Beszéljünk egy kicsikét a migráns helyzetről. Ugye jó néhány hónappal ezelőtt, amikor a stúdióban beszélgettünk, akkor nagyon-nagyon forrott a helyzet, kiépült a határzár, mindent megtett Magyarország annak érdekében, hogy rajtunk keresztül ne vonuljanak át a migránsok. Jött a tél, akkor ott egy picit lecsendesedett, és akkor tavasszal arról beszélgettünk, hogy jön a jó idő, és majd újra beindul ez a történet. Azért most talán egy picit, mintha csillapodott volna Magyarország felé vonulás. Jól látjuk ezt mi? Így van, ugye megépült a második sor a kerítésnek, egy sokkal markánsabb kerítés, és jogi értelemben is zárult a határ. Ennek híre van. Ugye az ember csempészek, akik azért alapvetően szervezik a mozgását a migránsoknak, jól tudják, hogy itt nem juthatnak eredményre, ezért áttevődik az útvonal. A napokban hallhattuk az olaszok panaszát, hogy jelentősen megnőtt az Olaszországon a tengeren meginduló migránsok, vagy tengeren Olaszországba érkező migránsok száma, és hát ennek a teljes körülményét látjuk Olaszországban, Szicíliában, ugye a mafia vette át az irányítását, akár a szárazföldre lépő migránsok segélyezésének, fogadásának, és hát tudjuk azt, hogy komoly szervezetek álltak rá, hogy ezt a fajta, hát most nem tudok rá jobb szót, utaztatást, a migránsok utaztatását szervezzék az óriási bevétel reményében. Egyelőre Magyarországot úgy akkor elkerülik, és nem is nagyon jönnek vissza? Vissza semmiképpen nem jönnek. Ez egyébként az európai bürokrácia ötleteinek a csúfos megbukását is jelzi. Tehát a brüsszeli elképzelés viszont majd szétosztják azokat a migránsokat, akik alapvetően Németországba akarnak menni, esetleg Franciaországba, Skandináv államokba, bár ott hideg van, tehát azért nem minden ízlik nekik, leginkább Németországot céloznák meg. Ugyanakkor megpróbálták szétosztani, hogy több mint 100 000 ember szétosztásáról döntöttek Brüsszelben, ehelyett 16-17 000 embert osztottak szét technikailag, de ezekről nem tudják, hogy hol vannak, mert ahogy elküldték, tehát például a balti államokról tudjuk, akiket oda vittek, azok közül miért senki nincs a balti államokból, szépen visszamentek nagy valószínűséggel Németországba, és ott vannak a szürke zónába. Tehát ez egy abszolút kudarc, ez a szétosztási mechanizmus. Magyarországra bizonyos időként fölmerül, hogy németek vagy az osztrákok visszaküldenének embereket. Mi egyébként az ide illegálisan érkezőket, ahol van kettős, tehát van megegyezés és a visszatoloncolás működhet, ott folyamatos a visszatoloncolás. Akiket Szerbiának vissza tudunk adni, Szerbiának visszaadjuk, tehát folyamatosan megy a visszaadása az illegálisan belépőknek. Gyakorlatilag a magyar a migráció ellátására, a migránsok ellátására épült táborok, menekült szállások, azok most közel üresek, tehát valóban a határzár az megtette a szükség, nem is határzár, tehát kerítés, hiszen legálisan, útlevéllel bárki bármikor beléphet az országba, tehát ez megtette a szükséges eredményeket, és hát a Romániában pedig élő erővel rendkívül erősen őrzik a román-bolgár határt, ez is óvja. Nyilván ez egy fontos kérdés, hogy Románia meddig tartja ezt a szigorú ellenőrzést, mert akkor Románia felől elképzelhető, hogy többen irányulnak erre. Ezek nagyon jó hírek, és akkor még több jó hírről is tudunk beszélni. Ugye nem olyan régen az M4-es gyorsforgalmi út alapkő letételéről tudtunk beszámolni a nézőknek, és ott elhangzott, hogy végre elindul egyfajta fejlődés. Hát Monort hogy fogja érinteni ez a nagy közlekedési robbanás? Hát aki közlekedik
Pest felé, az nagyon jól tudja, hogy a 4-es út a kapacitásának a határát már évekkel ezelőtt túllépte, tehát egyfelől ez egy új lehetőség ahhoz, hogy az M0-ást elérjük. Az egy más kérdés, hogy Budapesten belül elég súlyos problémák vannak, tehát a belső közlekedés az komoly kihívások elé néz, de az autópályák elérhetősége, a körgyűrű elérhetősége minőségileg javul Monornak és térségének is. És én ezt hangsúlyoznám, hiszen Bénye, Pánd, Gomba, Káva olyan lehetőséghez jut, amivel ezek a települések mind lakóterületként vonzóvá válhatnak, hiszen nagyon szép természeti környezetben vannak, különösen Bénye, Gomba, Káva a dombok között, mind pedig az ipari lehetőségek megjelennek, mint ahogy Monor is, és a város készül is erre, hogy a gyorsforgalmi út által biztosított vonzerő a gazdaság növekedésére megjelenjen. Ez mellett pedig felértékelődik a lakóingatlanok értéke is, vonzóvá válik a város. Egyébként az elmúlt fél évben több internetes portál, amely foglalkozik az agglomerációval, a kiköltözőkkel, Monort, mint egy jelentős potenciális területet jelöli meg az új otthont keresők számára, hiszen gyorsan elérhető Budapest tömegközlekedéssel, talán még gyorsabban, mint autóval, ugyanakkor mindenféle szolgáltatást, amit egy kisvárosban el kell érni, el lehet érni, meg lehet ragadni, azt itt el lehet érni. Tehát mind a két irányban lakosság megtartósult, lakosság növelő értelemben is jelentős kitörési lehetőség, másfelől pedig a gazdaság növekedésében is. Ugye ön 16 éven keresztül Monor polgármestere volt, tehát pontosan ismeri és számon is tartja a város területén lévő ipari lehetőségeket. Ha megépül az M4-es, már pedig megépül, akkor várható-e, hogy talán nem akkora, mint mondjuk a Vecsés területére a Feri egy mellett letelepült nagy cégek betelepülnek, de azért valamit tud majd Monor ezen a területen is elmozdulni pozitív irányba? Egyértelműen itt az a kérdés, hogy meddig szabad. Tehát nagyon mérlegelni kell azt, hogy milyen mértékben szabad. Én azt gondolom, hogy munkahelyet mindenképpen jó, ha sikerül ide vonzani a városban, mind alacsonyabb képzettségi szinten, mind a szakképzetteknek, és ha amennyiben lehetőség van a felsőfokú végzettségűeknek is, bár azért azt mindig látni kell, hogy a Monoron dolgozók alapvetően a fővárosi bérekért dolgoznak, tehát itt a munkabérrel nem lehet befektetőt csábítani, sokkal inkább a munkafegyelemmel, szaktudással és a jó elérhetőséggel. Tehát ebben az irányban én látok lehetőséget, és én bízom is abban, hogy termelő üzemek is megjelennek, hiszen azért Ülővecsés esetében, főleg Ülő esetében nem elsősorban termelő, hanem sokkal inkább raktározással, egyebekkel, tehát kereskedelem kiszolgálással foglalkozó cégek jelentek meg, akik hol vannak, hol nincsenek, jönnek, mennek, nyilván a kereslet-kínálat függvényében. Mindenképpen jó lenne egy olyan bázis kialakulása Monoron, amely a kevésbé képzettek számára is hosszú távú munkalehetőséget biztosít. Erre már nyilván a szolgáltatás sokkal inkább fejlődhet, ráépülhet, és ez magával hozza a helyi gazdaságot. Már csak egyetlen egy kérdésem van, ha már egyszer beszélgettünk arról, hogy az autósok hogy tudnak majd gyorsan közlekedni, akkor mekkora esélyt lát államtitkár úr arra, hogy az a bizonyos gyors vasút is megépüljön, mert ha az ide eljut, akkor itt Monoron óriási dolgokat kell az Adi út környékén átépíteni. Van reális esély arra, hogy tényleg megépüljön, és tényleg ilyen gyorsak lehessünk? Van reális esély. Én azt gondolom, hogy az idejében el fog dőlni a gyorsvasút sorsa. Itt, hogy mindenki értse, a Feri-egyi repülőtér bekötéséről szól a történet. De nem csak a Feri-egyi repülőtér bekötése, hanem annak a lehetőségét vizsgálja a kormány, hogy a vasúttársaság ötlete, javaslata alapján a Feri-egyi gyorsvasutat a vasút hálózatával összekötve, az úgynevezett Százál, tehát a Budapest-Cegléd-Szolnok vasúttal összekötve építsék meg. Ez ugye a Feri-egyi repülőtérre tett kitérő után Monoron csatlakozna vissza a Cegléd-Szolnoki vonalba. Ennek óriási előnye. Egyfelől azt
mindenkinek tudni kell, hogy a Budapest nyugati pályaudvar Monor közötti elővárosi vasút az egyik legforgalmasabb vasút, a Monori vasútállomás az ország egyik legforgalmasabb személyforgalmú vasútállomása, tehát már önmagában ez is egy súlyos érv, de ezen túlmenően a Dunától keletre lévő megyejogú városok, megyeszékhelyek mindannyian beköthetőek lennének egy ilyen kurfi vagy egy ilyen leágazással a repülőtérre, sőt bizonyos átszervezéssel, a budapesti körvasút átszervezésével az ország gyakorlatilag egésze teljes mértékben átjárható lenne a repülőtér fele, illetve a keleti és a nyugati országrész összeköthető vasúttal. Erre a vasút szakemberei készítenek terveket. Polgármester úrral mi végig kísértük azt a tervezési folyamatot, ahol egyértelmű szakmai, tehát még nem döntéshozói vagy politikai megoldásokkal mérlegeltek, hogy hogyan érdemes ezt végigcsinálni, és én úgy gondolom, hogy azok a tervek, amelyek ma a döntéshozók asztalán állnak, a létező legkorszerűbbek, egy nagysebességű 160 km-es pályával, nagyon nagy vonatsűrűséggel, tehát ha jól emlékszem, 2 perces vonatkövetéssel képülő biztonsági rendszer, persze biztonsági berendezés mellett tervezik meg a Monor Ferihegy 2 vadonatúj vasúti pályát. Ez azt jelenti, hogy egy Monorról Pest felé 4 vágány indulna el, és ez valahol Hosszúberek fölött indul el a repülőtér felé. Az autóút építői számítanak arra, hogy az ehhez szükséges műtárgyak megépítésre kerülhessenek. Talajmechanikai vizsgálatokat végigvégezték a pályán. Itt a finanszírozás egy nagy kérdés, ennek a döntése az év végéig szerintem várható, és abban az esetben ez megtörténik a 20-as évek elején, tehát 20-21 környékén akár el is készülhet a pálya. Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdésünkre. Legközelebb azért majd a stúdióban várjuk Önt nagy szeretettel. Köszönöm szépen.